Mónika, ő nyert a római nyereményjátékunkat. Mit szólt hozzá, amikor először olvasta oldalunkon, vagy esetleg ugye e-mailen is értesítettük, hogy ön a szerencsés nyertes, mit szólt hozzá? Nagyon örültem neki, elúságoltam a kolléganőimnek, és persze irigykedtek rám. Május közepén utazhat is Rómába. Hogyan készül a világ egyik legszebb városában? Mit szeretne megnézni a rengeteg műemlék, világhíres épület között? Engem leginkább a régi dolgok érdekelnek, főleg a Kolosseum, az, amire nagyon kíváncsi vagyok, mert Tunéziában már láttam a másik amfiteátrumot. Aztán hát a Fórum Románum, az is nagyon érdekel, az Angyalvár, ugye hát a Da Vinci kódban láttuk ezeket a kettő második részben, ugye ott voltak római jelenetek. A Vatikán is nagyon, Michelangelónak a festményei, meg hát egész Róma. Mellettünk áll Csikai Ferenc is, a kapuvári utazás közvetítő, akinek az ötlete révén ezt a csodás utazást fel tudtuk ajánlani, illetve ki tudtok sorsolni az olvasók között. Honnan jött az elképzelés? Hát először is az elképzelés onnan jött, hogy a kinti utazás szervezővel tanakodtunk, hogy hogyan lehetne az ő programjait, szállását egy picit népszerűsíteni, és akkor ugye nekem hát egy picit régebbre visszanyúló kapcsolatom van a kisalföld.hu-val, és akkor megkerestelek titeket, és ezt így kitaláltuk, és igazából így született meg. A kérdésekben segítségemre volt a kinti idegenvezetőnk, aki hát ugye itt az internet világában már igazából olyat kérdezi, nem igen lehet, amire nem lehet fél perc alatt meg a válasz, de tehát ő révükön indult el ez egész, én csak közvetítem az egészet, és itt a magyarországi részét lebonyolítom, egybefűzöm. Ha tömören össze lehet foglalni néhány mondatban, Mónika, illetve az utastársai milyen római vakációra számíthatnak, mitől lesz ez számukra felejthetetlen? Hát egy biztos, hogy tehát nagyon sok szép dolgot fognak látni Rómában, Róma, tehát az örök város, nagyon sok információ fog rájuk zúdulni. Egy picit szerintem majd igazából akkor értékelik ezt az utat, mikor hazajönnek. Nem igazából pihentető út lesz, de nagyon szép és gyönyörű és élvezetes.